Így mutat kívülről Demecser vadonatúj kézilabdacsarnoka. Ez pedig már a küzdőtér, a Szabbány kézilabda méretű pályát a helyi csapatok edzésre, mérkőzésre, a város iskolája testnevelés órákra, a közösségek pedig akár kulturális programok lebonyolítására is használhatják. 2020-tól kezdődően már 17 ilyen komplexumot építettek a kézilabda munkacsarnok fejlesztési program keretében. Ez a projekt nem csak a város, hanem az egész régió számára fontos. Magyarország kormányának támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez a modern sport létesítmény. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a korszerű épületnek a megvalósításához. A munkacsarnok nem csak a kézilabda szerelmeseinek, hanem minden sportolónak és sportkedvelőnek otthont fog adni. Az új kézilabda csarnokot összesen csak nem 1,5 milliárd forintból kormányzati támogatásból építették fel. Az avató ünnepségen elhangzott az országos kézilabda csarnok építési program egyik fő célja, hogy több funkciós, fenntarthatóan üzemeltethető létesítmények épüljenek a fejlődő régiókban. Itt egy olyan funkciót találtunk, amelyik valójában tényleg több, mint a sport, sokkal többet ad ez a közösségnek, mint egyszerűen egy sportlétesítmény, és azok a kiegészítő elemek, amik elkészültek, azok mind-mind a mindennapi használat szempontjából adnak a településnek, adnak a városnak és az erre járóknak. A gazdaságossági szempontoknál két aspektust érdemes mindig kiemelni. Az egyik, hogy a beruházásra fordított összeg lehető leghatékonyabb felhasználását tudjuk megvalósítani. A másik pedig az, hogy a hosszú távú teljes projekt életciklusra vizsgált üzemeltetési költségeket optimalizáljuk. A demecseri kézilabda csarnokot Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében adták át. A tárcavezető beszédében elmondta, a sport építi az egyént, fejleszti a közösséget és erősíti a békét, amire most mindennél nagyobb szükség van. Kiemelte emellett az északkeleti régió fejlődését. Azok a dolgokat, amiket ma láttam, mindegyiknek az eredet történetét is érintettünk, a nézésbe belefáradtam, nem hogy a megépítésébe. Azok 10 évvel ezelőtt indultak el, 11 néhány ezelőtt születtek meg az ötletek, és kapott ez a régió, ez a város és a környezete, így Demecser is egy olyan többlet energiát, amibennek az egyik megvalósulása ez a kézilabda csarnok. Tehát gratulálok önöknek ehhez. Gratulálok, hogy ezt megvalósították, és gratulálok annak azért is, hogy a sportnak egy újabb ilyen, nem szeretek szakrális kifejezéseket használni, helytelenül és kontextusán kívül, de mégiscsak templomaként kell hivatkozzak erre az építményre. A kézilabda csarnok átadását különböző kulturális programokkal tették ünnepélyessé Demecserben.